Reménytelen időben, márciusi esőben, zenebora támad Pesten, Magyarország szívében. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés! Kívánjuk a sajtószabadságát, a cenzúra eltörlését. Felelős minisztériumot Pest-Budán. Évenkénti országgyűlést Pesten. Törvény előtti egyenlőséget, polgári és vallási tekintetben. Nemzeti hadsereget. Közös teherviselést, képviseltet egyenlőség alapján. Zurbeli viszonyok megszüntetését. Esküdcéket. Nemzeti bankot. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra. A magyar katonáinkat ne vigyék külföldre. A külföldéket vigyék el tőlünk. A politikai státuszfoglyok bocsátassanak szabadon. Unió, vagyis Erdélynek Magyarországgal való egyesítése. Követeljük, hogy az írók szabadon leírhassák gondolataikat. Követeljük, hogy a kormányunk Pesten legyen. Követeljük az évenkénti országgyűlést. Követeljük, hogy ne tegyenek különbséget ember és ember között. Toborzó dalokkal, prózával, verssel emlékeztek a környei diákok az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire. A művelődési házban a testvértelepülés Tardosket férfi kórusa is műsort adott. Csörgesse, pengjen sarkantyúja, Kossuth Lajos verbungja, a muzsikát adója. Falu végén szépen muzsikálnak, oda hívnak engemet is, magyar katonának. Be is állok a verbunkba, ha már verbúválnak. Elmegyek a pajtásimmal vitézre grútának. Be is állok a verbunkba, ha már verbúválnak. Elmegyek a pajtásimmal vitézre grútának. Most szép lenni katonának, mert Kossuthnak verbúválnak. Kossuth Lajos nem lett volna, katona sem lettem volna. Éljen, éljen a nemzet! 1848. március 15-én végleg eldőlt, hogy az országunk a polgárosodás útjára lép, és a polgári értékrendet választja. Ezek az értékek ma is meghatározzák saját magunk, településünk, egész országunk és nemzetünk életét. Ezért is jelentős és nagyon szép ünnep minden évben március 15-e. A mai rendezvényünkön is nagyon nagy szeretettel köszöntöm Tardoskedről érkezett barátainkat, akik minden évben nagy örömmel érkeznek hozzánk, és teszik szebbé az ünnep pillanatait. Meghívásunknak eleget téve a hét elején személyesen jelezte Popovics György, a Komárom-Esztergom megye önkormányzat elnöke, hogy az önkormányzat is képviselteti magát az ünnepségünkön. Külön tisztelettel köszöntöm dr. Verez Zoltán urat, a megye önkormányzati jegyzőjét. Kérem jegyző urat, hogy mondja el ünnepi gondolatait. A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz. Tisztelt ünneplő közösség, kedves környei és tardoskeddi vendégeink! Míg magyar él, míg szabad ember éle honban, kegyelettel fognak visszagondolni ez évre, annak történelmére és történetalkotó alakjaira. Jósolta meg Jókai Mór 1848. március 17-én. És valóban, immár 171 esztendeje a magyar nemzet legszebb ünnepe március 15, mely új korszak alapjait rakta le népünk számára. 1848-49 jogokat,
méltóságot és szabadságot adott. Az országnak függetlenséget, a népnek felelős kormányt, közteherviselést, sajtószabadságot. A parasztoknak jobbágy felszabadítást, a nemzetiségeknek törvényt. De a forradalom és a szabadságharc a nemzet lelkében is kitörölhetetlen nyomokat hagyott. Ezt tette igazán naggyá Petőfit, Jókait, Kossuthot, Széchenyit, ez koronázta meg a reformkor törekvéseit. 1848-49 üzenete ma is aktuális. Mi sem jelzi ezt jobban, mint hogy a 2011-ben született alaptörvényünk is a forradalom egyik jelszavával zárul. Legyen béke, szabadság és egyetértés. Ma ezek közül a külső feltételek, a béke és szabadság adottak, mint az alaptörvényünk is rögzíti, Magyarország független, demokratikus jogállam. A harmadikként említett kívánság, az egyetértés, illetve összefogás pedig elsősorban rajtunk múlik. Kétségtelen, március 15-e a modern polgári Magyarország születésnapja, a forradalom és szabadságharc igazi tanulsága pedig nem más, mint hogy összefogással nagy dolgokat vihetünk véghez, nemzeti szinten csak úgy, mint kisebb közösségeinkben. Mert míg egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen. Mai individualista korszakunk számára talán éppen ez, az összefogás, a közös ünneplés és közös célokért való együttmunkálkodás március 15-e egyik legfontosabb üzenete. Legyen béke, szabadság és egyetértés. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Yeah.
Köszönöm.